Harc nélkül foglalták el a tálibok a közép-afganisztáni Dajkundi tartományt. A fővárosban Niliben mindössze két puskalövés dördült el, mielőtt a tartományi kormányzat helyi létesítményei megadták volna magukat a felkelőknek. Ráadásul vasárnap reggelre a keleti Nangarhar tartomány székhelye Jalalabad városa is elesett. Ezzel a lázadók elfoglalták a legfontosabb Pakisztán felé vezető utat, elszigetelve a fővárost, Kabult. Mi nem azok az emberek vagyunk, akik vissza akarnak menni a sötét időkbe. Én egy fiatal lány vagyok, és nem törődöm semmivel. Nem érdekel Pakisztán vagy Amerika, tőlem azonosíthatnak és megölhetnek, akkor is maradok. Mitől kéne félnem? Ez az én földem, és nem az övék, mondta igen bátran egy kabuli nő. Ezzel a főváros maradt a kormányerők utolsó komolyabb bástyája. Naponta ezrek érkeznek ide a harcok elől menekülve. Többségük parkokban, játszótereken húzza meg magát. A tálibok már 50 kilométerre vannak Kabultól, és folyamatosan hallani lehet a puskaropogást és a robbanásokat. Washington valószínűleg már megbánta, hogy bejelentette az amerikai csapatok kivonását, ezt mégsem ismeri be. A napokban újabb légicsapásokat indítottak a tálibok ellen, Joe Biden elnök pedig 1000 fővel 5000-re növelte a harcoló katonák számát. A talibán eddig Afganisztán kétharmada felett vette át az irányítást.